Úgy adódott, hogy ugye mi csináltunk már egy-két videót, ami azért talán tetszett is itt a nagy érdeműnek. Hölgyekről, szép színésznőkről. És egy Fokin Islandről. Fiktív hajótörött lehetőségről, és hogy oda kiket vinnénk magunkkal. Itt láttuk, hogy sokan tippeket is írtatok, és ezt nagy szeretettel fogadtuk. Igen, jó ezeken elgondolkodni, és hát aktualitása közelettével mi mást vettünk volna alapul, mint a Gyuri egyik remek ötletét, hogy a Trónok harcában nézzünk szét, és a Westeros legszebb gyöngyszemeit halásszuk ki magunknak, igazából még a keleti kontinensét is. Úgyhogy most ezt tesszük meg, megújított szabályokkal, és bízhatunk titeket, hogy ne csak nézzétek meg ezt a videót, hanem ti is szépen szedjétek össze a kedvenc fiktív Game of Thrones szlátjaitokat. Mert hogy azért szakma szerint itt a többség az mit szépítsük? Kurtizán. Egyik legősibb foglalkozás. Jó, igen. Viszont a szabályok azok változnak. Ugye korábban azt játszottuk, hogy ha én, nekem mondjuk én pikkeltem valamit, ami az Ábel listán is ott volt, és én pikkeltem előbb, akkor neki az kiesett, és ugye előlépett a 11. helyről valaki, tehát a tartalékjátékos. Most nincsenek tartalékjátékosok. Hogyha én elpikkelek valamit, ami az Ábel listáján is rajta van, szabályok van, akkor azt te buktad, és helyette büntetőkártyát húzod. Ez jó, ugye? Ez jó. Na most 10 darab büntetőkártya van. Ibasszus. És ez kis nem mindegyik, tehát mindig változóak a büntetések, tehát van, ami nagyon rossz, van, ami nem annyira rossz, van, ami meglepően jó. Ez jó, megkapjuk a Tyrion Lannistert. Ez majd kiderül, és ezeket ebből fogjuk húzni, van itt nekem egy ilyen maket Minas Tirith. Képzeljétek el, ezt annó egy Gyűrűk ura bővített változatának ilyen Collector's Edition-jéhez kaptam, és le lehet szedni a tetejét. Megnézzük, mi a Minas Tirith alatt. Így van. Szóval ebből fogunk húzni. Gyuri, nagyon szép. Köszönöm. Eszméletlen felkészült vagy. És még egy apróság, ez fontos hangsúlyozni. Erről korábban nem beszéltünk, tehát ugye 10 emberrel mész a szigetre. Tök mindegy, hogy mit csinálsz velük így a mindennapokban, az rád van bízva, viszont mindegyikkel el kell hálni az első éjszakát. Tényleg? Gyuri, ugye tudod, ez hogy ez az egészen fog megtörténni. Jó, értem. Készen állsz? Készen állok, kőpapírulló után állunk készen természetesen. Hogyan is csináljuk? Tehát jó. Kőpapírulló. Valamit mehetsz? Jó, igen. Kőpapírulló. Hát ez nem igaz, jó? Akkor te mondod először. És most nagyon izgulok, mert van egy valaki, akit nem akarom, hogy ellop. Mondd az elsőt. Buzeráns. Talita Luke Early. Jó. Nézzük csak meg, hogy rajta van a listádon. Igen, megnyugodtam. Még egyszer a nevét? Talita Luke Early. Nincs, hál' Istennek rajta. Ezt nem hiszem, az a legjobb nő egyébként. Hú, én na most nagyon izgultam. Kösz. Most viszont én izgulok. Most nagyon izgultam, mert én nekem valamiért nagyon tetszik ebben a sorozatban, valamiért. A Natalie Emmanuel. Én mindenképpen akartam vinni a Natalie Emmanuel. Hála Istennek. Te nem. Te egyáltalán akarod elvinni. Nem akarod elvinni Miss Sandét? 40 nyelven beszél. Cseszed. Sripió meg 4 millió bináris nyelven. De most tényleg, Gyuri, azért az egy szép lány, nem? A Natalie Emmanuel gyönyörű. Igen. És eszmetlen jó teste van. Csak pupos? Nem pupos. Nem vált ki belőlem semmit szexuálisan. Komolyan milyen mondom. Szép hallomásokat. Tehát, hogy ott van az a tökéletes arcú, meg tökéletes testülány, de annyira nekem ő passzív, nekem ő olyan, mint egy kisgyerek. Tehát, hogy ő ilyen kedves, és ennyi. Nulla a szexuális kisugárzása, és egyébként nem csak ebben a filmben. Szerintem már vagy 3-4 másikban láttam, és ugyanezt váltotta ki, nem tudom miért. Azért nem tökéletesen ki néz ki. Szerintem a Gyuri Bome okos. Azok fokos, ők nem váltanak ki semmit. Nagyon örülök ennek az egésznek. Akkor együk sem húzott. Nincs büntető, Kari. Következő, Anya Buchstein. Ezek a nevek, azért, mert, hogy végig. Azért, mert hogy izraeli a lelkem. Ugye végig olyan neveket fogtok hallani, amiket azért annyira nem ismerünk, hiszen ezek a lányok berakjuk, úgy, képek ott vannak persze, csak hogy... És Anita Buchstein. Nem Anita, nekem. Anya. Akkor Anya Buchstein. Hát ezt nem hiszem. De jó, nincs bünti kártya. Azért mondjuk el, hogy ő a főpapnő egyébként. Igen, világos. A vörös főpapnő. Ekkora mellett. Én nekem annyira meggyőzően tud ezt mondani. Nekem ő azért nem tetszik annyira, mert
a mellbimbói kicsit följebb van a kazában. Gondolkoztam, hogy ez bevallja, mely itt élő adásban. Nem is gondolkodtál rajta, hogy de, de gondolkoztam, mert azért ő, de nyilván, tehát ő meg azért megkapó valaki. Gyűlnak, amikor csinál egy ilyet a feje, akkor egyébként valami merült. Akkor messzes a nyaka. Félő, hogy leesett. Figyelj, erős a vörös papnő, és jó, de, de nekem, szóval, hogy nem tudom, valami fura van benne. Komolyan, nekem az a nő egy kicsit fura. Jó. De kétségű vonzó, ezt nem menjünk tudom elvitatni. Hála Istennek, nem nincs az egymás körei. Nincs. De jó, most én mondom. Jó, nekem akkor jöjjön Xena Aramidis. Aramidis, ki se tudom mondani. Ki a bána? Xena Aramidis. X-el van a neve? Igen, igen. Ő Xena. Tehát szóval Xena Aramidis az egy egyszerű. Xena Aramidis. Az egy egyszerű k*** ebben a sorban. Lesz még itt egy fucking whore. Szerintem lesz még egy-két common slut. Két másodperc lehet látni. De az milyen két másodperc? Nem, jó, mindegy. Én nekem ő tetszett. De ennyit, a, ennyit az okos nőkről. Nem, most ne haragudj, Gyurula, nem tudunk semmit, nem egy harcunk. Matematikus is lehetne. Akkor jöhet a harmadik. Igen, szép arca van, nagyon tetszett. Jöhet a harmadik. Várja, ne, ne, jó, jöhet, jöhet. Eszmé Bianco. Így, cseszd meg. Gondolkoztam, hogy hamarabb mondom őt. Szerek fáj. Ő a madám. Takikám. Ő a madám. Innen szépen húzd el egyet. Ó, te büdös bunkó. Jó, várjál, én addig átmegyek a büntető szekcióba. Mondd majd, az, mondd majd a számot, hogy mit húztam. Hogy hamarabb kellett volna mondom az Eszmé Biancót. Azért nem mondtam hamarabb, bevallom nektek őszintén, mert ő, tudtam, hogy fogja mondani a Gyuri egyébként, csak nekem van egy sor lány, aki jobban tetszik, mint ő, ezért gondoltam, hogy a k***nál viszi. Bár mondjuk az Eszmé Biancó. Jó, de ő feljebb lép a ranglétre. Jó, hát ő a madám, de mindegy. Na jó. Mi a szart csináltál? Te... Hányas az a neve, hogy OV. Hányas szám? OV. Az nem OV, az 10. Akkor... Jó, ez a Gyuri. Lássuk, okay, 10. Gördüljön fel a függöny. Te és ne felejtsd, hogy el kell hálni az első. Te szarevő. Mi? Szepta Unella! Te büdös paraszt. Nyilván ezen a képen flörtelmes. Confess. Confess. De amúgy ez így néz ki, ez a nő. Hú, azért megúsztam. Mennyire durva, egyébként megúsztad. Ez egy tök szép nő, ez teljesen méltatlan. Hát azért ez egy... Hát úgy értem, hogy ez... Ez egy ilyen skandináv, ilyen egy skandináv, de ez egy jó nő. De hol, hol van ehhez képest a Brienne of Tarth? Jó, tényleg, még sokkal azt rosszabbat is húzhattam volna. Fogsz te még így járni, kis szarköcsög. Na, mert... Oké, akkor nekem jön a harmadik, ha jól számolom, mert ugye te kezdted, eddig ez azért izgalmas, ezt látjátok, most nagyon most félek, mert szeretnék valami olyat, hogy ő is húzzon büntetőkártyát. Menj a fenébe, menj csak sorba. Főcél. Hát jó, jó, akkor nekem Oli Kram jön. Ez ki? Oli Kram. Oli Kram! Most nem tettek ez volna. Melyik? Az ki? Ez is meg kell érni, de amúgy nincs meg nekem. Ah, Gyuri. Aha, szóval az Oli Kram, ő az Anara nevű. És ezt a hogy jó, figyelj, most nem az alapján 20 válaszol. Másodpercre látod ezt a nézze, Gyuri, most nehogy már ezt fölród nekem. Nem tudom, most te ezt tettél utcalányokra, gerjedünk újabban? Te hülye vagy? Ebben majdnem mindenki utcalány. Vagy királynők vannak benne, vagy utcalány. A Lady Olenna például nem. Na jó, jó, menj a francba. Ez a lány szerintem nagyon szép, őt jó, választottam, szép, egy okay. Gyönyörű arca van, ennyi. Jó van. Jó, kész, legalább nem zavartuk egymást. Karis von Heuten. Hú, de jó, nem, nem. A vörös papnő. Milyen vörös? Az előbb mondta. Ja, a másik az vörös a papnő. Volt. Hát az a főszereplő. Annyira tudtam, hogy a másik vörös papnőt is bejön. Nekem neki nem tetszett a szeme, szemkörüli része, túl komoly. Én őt nem választottam. De megértem, hogy választottad, mert megint szügyre mentél. Jó, én nem választottam jó, őt, akkor jó. Atya, úristen, én jövök most? Igen. Rá félek, hogy mi lesz. Tesz, hogy félsz. Fél is, mert jön, szerintem őt egyébként választottad, Gemita Samarra. Mondta, hogy választottad Gemita Samarra. Nem. Nem mondott komolyan. Őt se választottad? De a tippel nem kéne biztos, hogy egy újabb k*** van szó. Nézzük szépen meg, hogy ki ő. Bravo, Szintros! Hallod, vágod, hogy... Igen. Megint egy 20 perces k***. Egyébként ez... van egy jelenet, amikor az Aria, azt hiszem Bravosba... Egyébként őt miért választottam ki? Hát mondjam, tehát az Aria bemegy ebbe a bordéba, mert ott van, a, igen, ott van igen, az igen. A tag, az a gonosz lovag. Ja, tudom, tudom. Szer, mit tenki?
Nem tudom, mindegy. Tudom, hát aki az egyik fő ilyen arany lovagja. Messer Merin Trent. Merin Trent. Na, igen, az van ott benn. És ő állítja. És ott sorba állít három k***t, és abból te már kettőt kilőtt. Érdekes, hogy jó, miért most nem tettek róla, ez egy kellemesnek tűnt. Jó, semmi baj. Jó, mindegy, őt választottam, az de egyébként most már annyira nem tetszik, de mindegy, jó. Az én ötödik pikkem, Melanie Liburd. Várjál, várjál. A bassza meg van! Ez az! Ne! Ő is egy vörös papnő. Én a végére hagytam, mert azt ez hagytam az. A végére, mert nekem annyira nem tetszett. De azért tetszett. Húzzál csak egy büntetőkártyát! De egy mocskos. Nem tettek róla. Basszus, Gyuri. Hülye állat vagy. Három? Ne! Mi oda tudom? A három az biztos, hogy valami fője. Mary Frey. A tagadéknő? Az egy, a 200 az egyik Frey. Biztos, hogy a két... Ne! Aki a fő... Sokkal rossz! Mutasd meg, hogy ki... Nem bírom. Jézusom, Gyuri, te vadállat. Ez egy karvaj. Te úristen. Ilyen egy orrot. Hát nagyon szép, szép nagy orrú kislány fog születni a Frigyünkös. Menj a francba, Gyuri, miért nem azt mondtam hamarabb? Ugye én is beszophattam, valós, nem tettek jó, rá. Csak annyi, hogy te még eddig nem húztál büntető, hát nem. De miért? De ez a nő. Egy büntető. Ő lehetne a nán. Egy büntetőt fogsz kívülni, tényleg szörnyű. Egyébként a való életben, de jó, ez a való életben is csúnya, mint a... Na mindegy, jó. Dögölj meg. Amúgy a dagadt a Valda Frey, csak folytó. Ha Gyuri, ha azt kihúzom, azt akkor kihívnak. Na jó. Most mondanék neked más. Neked az ötödik, ugye? Igen, mondanék más, de olyat kéne mondanom, akit azért család... Hát ez nem igaz. Szerintem várjál, de most még egyszer érzem. Emlékeztetélek rá, hogy az első éjszakát el kell hálni. Szerint... Mary Freya. Jó van, te szarevő. Figyelj, a... Szerintem a Gyuri akarja azt, akit én most mondok. Én nem annyira az elejére tettem, de szép nő is szerintem. Hát de nem biztos. Jó, mindegy, azt mondom, Ona Chaplin. Ona Chaplin, legyen létszi a Ona Chaplinnek is. Nem mondott, hogy atya úristen, és nincs rajta, képzeld el, hogy amúgy nekem rohadtul bejön a nő. És tudtam, szerintem hogy... nagyon nehéz volt kiostálni, hogy nem mondjam. Hát ez nem igaz. Nekem az bejön az a csaj. Hát persze, hogy bejön, jó, az egy szép nő, nyilván fontos szerepe is van, nagyon kellemes karakter. Ő volt a Robnak a csaja, akit ugye... Új, szegény, tragikus véget, nem tragikus, hanem elfogadhatatlan véget. Lekéselték szegény. Jó, menj a francba, akkor most te jössz, hülye állat. Valod, mennyire durva, hogy nem raktam be? Most akkor én is gondolkodom, hogy mit mondjak, várjál. Hát nem tudom, nem tudom, ki a franc... Jaj, ne. Jó, akkor... Hogy mondja? Akkor az én következő pikkem Sabrina Bartlett. Nincs, hú, de jó. Oh, te jó, ő a Handmaiden of Frey. Jó. Ő az, akinek az állarcát lényegében magára ölti az Arya, és így lekéseli a... Igen. Jó lesz annak. Az a lényeg, hogy nekem nincs, hú, de jó. Viszont van valaki, aki szerintem neked is van. Ha nem begyre választottál, akkor neked pedig is lesz. Pedig én mindig begyre megyek. Nem baj, egyre megy. Figyelj, de szerint nekem most jön Charlotte Hope. Azt nem tudom ki. Az ki? Az a izének a csaja. A izének a... Hogy hívják? A Bolton. Az idióta Boltonnak a csaja, akit lelőtt. Ja, nekem nem jön be ez a csaj. Tényleg nem? Nekem tetszik. Szép arca van. Common slut. Na jó. Kezdődik. Az jó is, jó tud vadászni. Ja, emberekre. Is. Jó, akkor mondhatom a következőt. Igen. Fola Evans. Nincs Fola Evans. Jó. És ő ki egyébként a sorozat? Moró felesége, Moró az egyik Kál. Ja, Kál Moró felesége, igen. Tudom melyik az. Jó, gondoltam, hogy füstösebb vizekre utazol. Jó, teszed. Úristen. Jó, teszed egyébként. Jó, következő. Én egyébként őt most... Az arca miatt nem is mondanám, de szinte biztos vagyok benne, hogy te mondtad. Nem is értem, hogy miért nem korábban tettem. Mondjad már ki! Katie Alexander. Ó, a kurva! Tudtam! Büntető! Miért választottad őt? Ezért. Pontosan tudtam, hogy meg fog ihletni. Mi is az ő mesterségában? Nem, vagy hát ez Isten tudja, hogy mi ő egyébként. Nem tudom mi. Mindenesetre ott van a hajón, és rámegy a... A jara. Greyjoy lányra. Vagy 9. A Greyjoy lányra. 9, na!
Gyuri büntetőkártyát, hogy nézzük meg, hogy ki lesz ez. Mysterious Lady. Ki a szar az a Mysterious Lady? Köszönöm Istenem, köszönöm szépen! Nincs ez a tünde ember, vagy orknyelvű szitok, ami rád illenek a szemét. Ez lesz a nász éjszaka, öreg fiú. Hát Isten tudja, fölemeled azokat a szügyeket. Mert egy denevér kirepül alul. Fölrakom rá a nyakláncot, és visszaváltoztatom fiatal. Persze. Ez benne van a pakliban. Ott meg az senki nem mondta, hogy ilyet nem lehet. Nem. Varázsnyakéket ennek. Ez a Mysterious Lady. Megkapod. Egyébként úgyis a vörös papnőt választottad. Dögölnél meg, ott ahol vagy. Ő az igazi vörös papnő. Te jössz. Jó. Josephine Gillen. Mám! Megérdemlem. Ez nem igaz. Rogy. Nem érdemlem meg. Húzzál! Nekem már húzzál számot! Csezd meg, jó, mindegy, senki nem lehet ennyire rossz. Nem, minden. Valóban nem, hogy... Ide szottyat, 900 éves. A Mysterious Lady szerintem hamar meg fog halni. Olyan öreg van. Egy nász éjszakát még ki fog bírni. Egy! Az egyes. Jaj, ne! Akkor azt tudtél valami nagyon rossz, mert... Milyen old lady? Milyen old lady? Úristen, Gyuri, ne, ennek még foga sincs. Te jó lény. Ki ez? Ki? Winterfellben egy ilyen, aki vigyáz a gyereket. Nem, ő az, aki meg akarja gyilkolni az Ariát. Oda megy hozzá, egy hey, sweet girl, és aztán így hátulról elkezdi késelni. Ú, tényleg, már mint ennek az arcát viseli a... Igen, az a másik csaj. Semmivel nem rosszabb, mint az öreg asszony, akit én hoztam. Rohadj meg, Gyuri, jó? Bocsánat. Hogy néz ki? Annyiban jobb ez. A második kép, az milyen zavarba jöttő. Ő már fityülve most fogadta az arányban. Mindenesetre, akkor én meg megjátszom azt, hogy igazából ez a nő nincs is, tehát majd levetettem vele az állarcot, és ott van alatta. Az egyébként nem túl szép. Akkor én is állarkodtam az állarcot. Ja, ilyen nincs. Nekem három büntető ez nem az én problémám, ez a szerencse miatt. Mindegy, te kaptál a legrosszabb. Egyébként igen. Egy fokkal ennél is rosszabb. Jó, menjünk tovább. Ki jön, én jövök. Akkor most te neked az utolsó. Jó, mindegy, most akkor én már berakom őt, szerintem őt tuti nem mondtad, mert több videóban hangoztattad, hogy mennyire gyűlölöd a Sophie Turnert. Én berakom, mert megnyalt a láng a haját, vagy hogy mondják, a tűz megcsókolta a haját. Jó, na, egyébként a Sophie Turner szerintem testre egy tök jó nő. Nincs nagy melle. Viszont a csontváza tetszik. A csontváza tetszik, nagyon jó. Az arányai. A csontozata. Jó, a csontozata, értem. Tehát hogy annak a nőnek, tehát egyébként egyáltalán nincs rajta a háj. Ilyen beteg. De tök egészségesnek néz ki, tehát van testtömege. Annak ellenére, hogy semmi háj nincs rajta. Örülök. Ezerszer egészségesebbnek néz ki, mint egy galgadót, csak mondom. Jó, hát nyilván egészségesebbnek néz ki. Ez a lány azért, ebben van szép, a szeme gonosz nekem egy picit. Mi van? De ez most hát gonosz, ilyen nagyon, igen, ilyen nagyon kék, hideg, na, hideg szemei vannak. Ezeket a hideg szemeket most elviseljük azért ezen a Game of Thrones szigeten. Jó, akkor az én utolsóm az a Léna Hedi. Léna Hedi, fúj de undorító vagy, a Cersei. Fúj de gusztus talán. Azért rohadt jó milf. Ez a fejek. Durva. Örökre fönnmaradnak a neten ezek a fejek. Akinek bosszút kell állni a sok meghalt sztárkért. Fúj, én már csak az is választottam, tehát hogy maga a Cersei karakter miatt nem választottam volna én őt. Akkor is lehet rohadt dögös ez a nő szerintem ebben a filmben egyébként. Hát gonosz nem. Feje van, gonosz feje van, és... És pupos. Nem, melyik, nem pupos, csak viccesen. Nem pupos, ő, viszont tudja pupos. De van egy Game of Thrones-os pupos csaj. Igen, az old lady, az tuti. Nem pupos. Az old lady, egyébként ő tényleg az. Meg az én, a Mysterious Lady. Nem, a Daenerys az pupos. Hát te tök hű, te furra nem vagy normális. Nem, a Daenerys. Na, tisztázzuk, jó? Oda fogják írni a felhasználóink is. Az, hogy valakinek rossz a tartása, jó. Kicsit görnyet, az nem azonos azzal, most hogy azt pupos. Mondom, hogy tudod, ki pupos a kvázi módon. Jó, az pupos. Meg a teve. Te tök hülye vagy. Két pupos. Életemre nem voltam ilyet, hogy valaki a Sharon Stone-ra azt mondja, hogy pupos. Jó, mondták már, többen is tett túl magad ezen. Jó, ennyi. Mindegy, jó, ennyi volt mára. Ez kemény menet volt, de azt gondolom, hogy kimerítettük a legszebb és a legdrémesebb. Tehát biztos, hogy lesz három kellemetlen éjszakád, nekem viszont egy olyan, amit lehet, hogy nem is jövök. Jó van, öregem, akkor erejé. Ki az, aki így öklözik? Sziasztok!